Május 6-án, 7-én és 8-án, 3 napon keresztül ünnepel a megyeszékhely. 263 esztendővel ezelőtt ugyanis a terület felének birtokosa, gróf Károlyi Ferenc jelentős kedvezményeket ígért a betelepülőknek. A térség akkoriban a Rákóczi szabadságharcot követően nagyon elnéptelenedett. A hívószóra azonban Békés vármegyéből és Felvidékről is szép számmal érkeztek telepesek, így a város hamarosan növekedésnek indult. 2003 óta Nyíregyháza színvonalas programokkal emlékezik a városalapítókra, illetve mindazokra, akik sokat tettek a város fejlődéséért. Az idei programsorozat a korábbi évekhez hasonlóan indul. Május 6-án Nyíregyháza polgármestere dr. Kovács Ferenc a helyi értékek képviselőinek, gondviselőinek ad át emléklapot a Városháza dísztermében. A városalapító atyák szobránál 15 órai kezdettel kerül sor a koszorúzással egybekötött ünnepi megemlékezésre, majd ezt követően nem sokkal kezdetét veszi a szórakoztató program a Kossuth téren. Lesz prémvadászkoncert, fellép az Igrice és a Szabolcs tánc együttes. Este a Balkán fanatik szórakoztatja a kikapcsolódni vágyókat. Az idei program különlegessége, hogy hosszú évtizedek óta újra látható az a festmény, amely a város újra telepítését ábrázolja. Az Észalai Pál alkotása május 2-án érkezik vissza Budapestől, restaurálás után. Ugye ez egy 9 méter x 260-as festmény, amely Nyíregyháza betelepítését, újratelepítését ábrázolja. Én invitálok mindenkit, hogy majd a városnapi programsorozat után még nézzék meg, mert ez egy nagyon fontos festmény, amely Nyíregyháza múltját, ennek egy szeretét mutatja meg. Nyíregyháza idén 20 esztendeje ápol eredményes testvérvárosi kapcsolatot a lengyelországi Rzeszów városával. A jubileum alkalmából a városnap keretén belül kiállításokkal, kulturális és gasztronómiai programokkal mutatkozik be Nyíregyházán a lengyel település. Május 7-én szombaton színes forgatag vár mindenkit a Kossuth téren. Kézműves foglalkozások, népi játszótér, vásári kínálat, a korzó előtt pedig gasztroudvar. A városalapítók szobránál a gyermekek egész nap ingyen vehetik igénybe az ugrálóvár, az óriás csúszda és a trambuli nyújtotta szórakozási lehetőségeket. A nagy színpadon már a délelőtti órákban elkezdődik a nyíregyházi zenekarok ünnepe. Délután a Váci Mihály Kulturális Központban nyitja meg kapuit a második nyíregyházi plener művésztelep kiállítása. A szórakoztató programok és a civil forgatag vasárnap egész nap folytatódik. Az ünnepi programsorozat záró akkordjaként a város főterén 16 órakor megkezdődik az akusztikus zene ünnepe.